分接触だと思います。Megpróbálok mikrofonba beszélni, legalább mindenki felébred egy kicsit, így az utolsó előadásban, engem is beleértve. Minasan konnichiwa, tsushima Budapesto Shoka Daigaku de Nihongo wo oshiete iru Horvath David desu. Hapyou wa Hangarigo ni narimasu ga, slide ni mo Nihongo ga matomete aru shi, jikan ga yurusu kagiri, saigo ni hitokoto Nihongo de moまとめさせていただきます。では、これからハンガリー語で。Én Horváth Dávid vagyok, a Budapesti Gazdasági Egyetem külkereskedelmi karának tanársegédje, és mellette az ELTE japán tanszékének doktori programjában vagyok első éves hallgató, és még ezek tetejében Magyarországi Japán Nyelvoktatók Társasága, MJOT vezetőségi tagja is vagyok. Sok helyen, sokféle japán órát tartottam már. A mai nap, mint ahogy a cím is mutatta, főleg a Keigo oktatásáról szeretnék beszélni. Elsősorban az ELTE fordító és tolmács specializációján oktatott órán keresztül. Az ELTE-n a fordító tolmács specializáció a tavalyi tanévben indult, tehát most a második alkalommal. A másodévben és a harmad évben vannak óráink. A második évben csak japán, extra japán óráik vannak a hallgatóknak, amiknek a célja az, hogy a harmadik évben, a harmadik évben következő fordítás és tolmácsolás szemináriumokra, ahol már tényleg ezekkel fordítással és tolmácsolással foglalkoznak, kapjanak egy extra nyelvtudást, amivel könnyebben vehetik ezeket az akadályokat. A hallgatóknak emellett a rendes japán szakos tanterv keretében heti 3, majd a második fél évben heti 2 órájuk van, ahol hát, ami általános japán nyelvóra, és főként a Tobira című tankönyvből tanulnak. Amikor jönnek a hallgatók, akkor ugye egy év japán tanuláson vannak túl, esetleg vannak néhányan, akik már tanultak korábban, és akkor ők mondjuk magasabb szinten vannak, de általánosságban körülbelül N4, és akkor ebből a szintből kéne eljutnunk valahogy oda, hogy a harmadéves órákon már fordítani és tolmácsolni tudjanak rendes szövegeket. Hát, ez vagy sikerül, vagy nem, ezt majd még a évvégi tapasztalatokat levonva meglátjuk. Minden esetre, amikor kaptam a lehetőséget, hogy ebben a képzésben részt vehetnék, és itt egyeztettünk a kollégákkal, hogy miképpen lehetne ezt megoldani, akkor az egyik ötlet, ami felmerült, az az, hogy legyen egy külön Keigo óra, ami a tolmácsolás szituációkban segít majd a hallgatóknak. Na de, milyen legyen egy Keigo óra? Ugye eleve hogyan lehetne a Keigót, vagyis ugye a tiszteleti nyelvet tanítani? Ahogy végignéztem először, hogy a tankönyvekben hogyan jelenik meg, a más Keigós könyvekben külön-külön hogy jelenik meg, mindig azt láttam, hogy hát ahány könyv, annyiféle megközelítés, hogy mit is jelent, meg annyiféle japánoktól is annyi dolgot hallani, hogy van, aki használja, van, aki nem használja, ő cégükben fontos, a másik cégnél nem fontos, de minden esetre ezen a problémán túlléptünk, hogy nem lehet így konkrétan kézzel fogni, hogy mi a Keigo, mert rengeteg értelmezése van. És hogyha ugye a jelenetekről, vagy színhelyekről, ugye szituációkról van szó, ahol a Keigo használható, ott is ugye kérdés volt, hogy milyen szituációkat kell használni, vagy választani, mert a harmadéves órákon mindenféle szituációk előkerülhetnek, vagy ugye a munkavilágában is bármilyen szituáció előkerülhet. Most, hogyha sokat gyakoroljuk azt, hogy
hogy mondjuk hogyan kell felajánlani, hogy mi majd lefénymásoljuk a dokumentumokat, azzal lehet, hogy nem sokra mennek a hallgatók. Aztán, ami még felmerült, mint probléma, hogy mi tanulhatjuk a ragozást napkeltétől napnyugtáig, az még nem jelenti azt, hogy a hallgatók, azt, hogyha mondjuk előkerül egy olyan ige, amit nem nagyon használnak, akkor sokat is fognak használni, vagy sokat, hogy rögtön eszükbe is fog jutni, és emiatt nem annyira, erről majd lesz szó a későbbiekben is, nem annyira a ragozásra és a hasonló dolgokra koncentráltunk, hanem inkább a szellemiségre, ami mögötte van. Illetve, ami még probléma volt, amikor terveztem a kurzust, hogy harmadében választható tantárként lesz, vagyis hát lehet felvenni üzleti japán nyelvórát, tehát hogyha egy az egyben üzleti japán nyelvórát tartok, az sem feltétlenül jó. És hát végül arra jutottam, hogy nem is annyira a nyelvi részére, inkább egy az interkulturális kommunikációs megközelítésre kéne koncentrálni, és nem annyira arra, hogy mit mondanak, hanem hogy hogyan mondják. És végül erre a két tankönyvre esett a választás, amit az órán használunk. Az egy Shoki Uga Owattekara Hajime yo Nihongo Keigo Trainingu, tehát a Nihongo Imeiru no Kakikata, ezzel gondolom sokan találkoztak már, ez sok helyen ott van. Az órákon elsősorban párbeszédekkel foglalkozunk, különböző párbeszédeket hasonlítunk össze, saját párbeszédet kell írni. Mellette vannak nyilván nyelvtani feladatok, stb. És akkor az íráskészséget külön kiegészítjük ugye más tankönyvekből. Hogy miért esett erre a tankönyvre a választás? Az azért, mert nem tudom, ismerik-e, van itt olyan, aki ismeri ezt a könyvet, használta már esetleg? Páran vannak, rendben. Minden lecke úgy épül fel, hogy az első párbeszéd, ami rögtön az elején van, az arról szól, hogy a főhős Alex, aki egy japán cégnél dolgozik, valami problémát követel. Vagy túl udvariatlan, vagy nem japánosan viselkedik, vagy ilyen mindenféle egyéb problémái vannak, és akkor abból kiindulva a tankönyv végig veszi, hogy na, akkor hányféleképpen lehet szívességet kérni, hányféleképpen lehet mit tudom én, ajándékot átadni, stb. És a végén van egy párbeszéd, ami már teki masta, tehát ahol már arekuszusz japánosan viselkedve és helyes nyelvhasználattal eléri a céljait. És ez az, amire koncentrálunk az órán alapvetően. Ez egy magyarul történő társalgást jelent, hogy elolvastuk a felbeszédet, és mi az, amiben a rekküszökön hibázik, mit lehetett volna másképp, gyűjtjük az ötleteket, hogy ki hogyan mondaná, mit tanultunk múltkor, hogyan lehetne beépíteni, és azt mutatják a tapasztalatok, hogy ez egész jól szokott működni, mert azért a fél év második felében a hallgatók már megszokják, hogy mire kell figyelni, és maguktól tudják, hogy itt például az volt a probléma, hogy nem kérdezte meg először, hogy szükség van-e egyáltalán segítségre, vagy nem így megpróbálta kipuhatolni, hanem túl közvetlen volt. Tehát ez lenne az eltés Keigo óra lényege. De nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt más órákon is esetleg felhasználni. Itt arra próbáltam kiukadni, hogy a Keigo oktatása az csak mondjuk az én tapasztalatom, lehet, hogy az önök tapasztalata eltérő, nagyon gyakran megakadott, hogy a japán ember reggel fel kell, elhatározza, hogy ő aznap keigóban fog beszélni, és akkor minden ikimaszt kicserél irassaimaszra, meg hasonlók, és szerintem nagyon fontos megértetni a hallgatókkal, hogy ez nem feltétlenül van így, hanem inkább azt tudják meg, hogy azt értsék meg alaposan, hogy mi az, ami alapján egy japán ember esetleg megválasztja, hogy kihez milyen
regiszterben szól, akár egy szituáción belül is, mikor vált, mikor próbál kicsit homályosabban fogalmazni, ilyesmi. És szerintem ez egy olyan dolog, ami nem csak egy kerigós órában használható, hanem akár egy általános japán nyelvórában is. És a Budapesti Gazdasági Egyetemen, hát üzleti nyelvi központú, de azért főleg az alsó évfolyamokban általános japán nyelvórákat tartunk, de ott is remekül működik ez. Tehát a Dekiru című tankönyv az nyilván ezzel a szándékkal íródott az elejétől, tehát már a kezdetektől nagyon könnyű rámutatni, hogy itt a párbeszédben ez azért keigo, mert hogy ez az emberhez beszél, az meg azért nem, mert ott közben ez történt, és stb. És egy-egy feladatra ráépülve is remekül lehet a beszédszintekkel szórakozni, hogy oké, most ez a feladat azt kéri, hogy egy barátunknak írjunk levelet, de hogyha mondjuk a főnöknek kéne levelet írni, de hogyha mondjuk egy tanárnak kéne levelet írni, de hogyha mondjuk nem 10 éve ismernék egymást, csak tegnap ismerkedtek volna meg, akkor külön-külön milyen beszédstílusban íródna az a szöveg, és ezt is nagyon szépen össze lehet utána hasonlítani, hogy XY így oldotta meg, a másik így oldotta meg, melyik, hát nem azt mondom, hogy melyik jobb, de mi mögött milyen gondolatiság lehet, és ezekből is aztán nagyon, nagyon érdekes beszélgetések szoktak keveredni, vagy alakulni. Szóval ez jó, ne? Összegzésképpen, tehát először magyarul, van keigo óra a fordító tolmács továbbképzésben, de nem annyira a ragozásra, morfológiai dolgokra koncentrálva, hanem inkább az interkulturális kommunikációs készségeket próbáljuk ezzel is fejleszteni. És nem az a cél, hogy megtanuljanak mondjuk szépen tanácsot kérni japánul, hanem úgy általánosabban ismerjék, hogy mikor, miért beszél úgy egy japán, ahogy éppen ezt teszi. És ez a végén hasonló megközelítéssel általános nyelvórákon is működik. Egy-egy szituációt lehet váltogatni nyelvi regiszterekben, és utána összeszedni, hogy ki mire írná át a dolgokat. Hai, chotto kore kara nihongo demo matome sasete itadakimasu ka. Szóval kyou wa nanka gakusei to kyoushoku katei no seito ga ooi koto wo kitai shite nanka sugoku atarimae no koto shika itte nakattan desu keredomo pointo wa LT daigaku de wa kyonen kara honnyaku tsuyaku kousu ga 始まって、私はそのコースの中で2コマ担当させていただいているんですけれども、そのうちはその1つが敬語の授業となっています。その敬語の授業では、なんか活用形とか言葉より、なんか総合的な考えとか異文化コミュニケーション能力に集中して、授業をやっています。そしてこの授業で 実験したこの異文化コミュニケーション能力に基づいた教え方は一般の日本語授業でもちゃんと使えることを商科大学のビジネス日本語と一般日本語授業をやって分かりました。そして皆さんはどういうふうになんか敬語だけじゃなくて日本語のいろいろなスピーチスタイルに触れているか、 どういうふうに教えているかをもっともっと聞きたいので、この発表が終わったら、キャンプのセッションでもどうぞご協力お願いいたします。 Tehát most ezzel véget érnek az előadások, hogyha jól tudom, úgyhogy utána kezdődik az Edcamp, és aki szívesen beszélgetne velem, hogy hogyan lehet különböző beszédstílusokat tanítani, vagy hogyan érdemes foglalkozni vele az órán, azzal nagyon szívesen beszélnék, nem is azért, hogy én elmondjam, hogy kell, hanem tényleg mindenkinek a
saját módszertanát és ötleteit szeretném hallani. Köszönöm a figyelmet!